Úgy tűnik, hogy a Fidesz nem lassít Fudán ügyben. Ugyanis miután kitömte közel 14 milliárd forint értékű közvagyonnal az egyetemhez tartozó vagyonkezelő alapítványt, most már megkezdte a testület fideszes káderekkel való feltöltését is. Olvasható az MSZP múlt heti közleményében. A párt arra reagált, hogy a hvg.hu cikke szerint egy főigazgatóval bővült a Fudan Hungary Egyetem Alapítvány gárdája, miután az eddigi kuratóriumi elnök, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter mellé ebbe a más felsőoktatási intézményi alapítványoknál nem létező, újonnan létrehozott pozícióba nemrég kinevezték Bertáné dr. Bényi Krisztinát. A szocialisták szerint a Fidesz be akarja biztosítani magának a Diákvárostól ellopott területet. Az MSZP a közleményben arra szólította fel a kormánypártot, hogy a népszavazás előtt ne hozzon semmilyen döntést a Fudán Egyetemmel kapcsolatban, ugyanis a magyar emberek fognak dönteni a Fudán sorsáról, nem az Orbán kormány. Stúdiónk vendége Hillel István, az MSZP országgyűlési képviselője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Miért aggályos önök szerint ez a főigazgatói kinevezés? Példanélküli, hiszen az összes többi magyar felsőoktatási intézményben ilyen nincs. Egyébként a felsőoktatási intézményeink, magyarul az egyetemeink, főiskoláink belső szerkezete, irányítása az elmúlt időben radikálisan megváltozott. Az alapítványi kiszervezés miatt mi az alapítványi kiszervezést nem tartjuk a színvonal emelés megfelelő eszközének, és sokkal inkább a hatalom átmentés egy látható kísérlete, semmint a magyar felsőoktatás színvonalának emelése az, ami vezeti őket. Mondjuk ilyen sincs még, hogy egy külföldi egyetem így érkezzen meg Magyarországra, tehát lehet, hogy ez indokolja, nem? Hát ugye a külföldi egyetem még nem érkezett meg, csak a főigazgató érkezett meg. Ez is elég furcsa, nem? Hogy hallgató még nincs, professzor még nincs, főigazgató meg már van. Na persze, hogyha ez lenne a legnagyobb baja az egésznek, akkor ezt még csak elintézhetnénk. Mint ahogy egy érdekes és fontos hír volt az is, hogy a Fudan, tehát kínai egyetem után egy dél-koreai egyetem Magyarországra érkezéséről is beszélt a miniszterelnök. Nem mondta, hogy melyik egyetemről hát van szó. Lehet tudni, hogy ki lehet itt egyáltalán? Először is mondjuk el, hogy a dél-koreai oktatás színvonala egyébként jó. A közoktatásuk a nemzetközi felmérések szerint az első 10-ben vannak a világon, és a dél-koreai egyetemek közül is 2-3 az élvonalban van. Az, hogy egy dél-koreai egyetem, ezt kérem, az ég adta egy világon semmit nem mond, ez olyan, mintha azt mondanám, hogy egy amerikai egyetem a sok százból, vannak nagyon jók, és vannak gyengék. A legjobb egyébként a főváros, a Szőuli Nemzeti Egyetem, az valóban benne van. Ha ők jönnének Magyarországra, azt tudnák támogatni? Nincsen azzal baj, hogyha egy külföldi egyetem a magyar felsőoktatás színvonalát emeli. Látnom kell a konstrukciót. Azt kérem, hogy jön egy egyetem, az nagyon nem mindegy, hogy ezt a koreaiak finanszírozzák. A koreai egyetem az, amelyik Magyarországon kíván egy magyar egyetemmel együtt vagy külön. Tehát ez az információ így még kevés. Én nekem inkább az a feltűnő, hogy a nagy keleti nyitás lassan már nyugati zárást jelent. Azért azt mégse felejtsük el, hogy a CEU esetében nem a színvonalval volt a baj, hanem politikai bajuk volt. És ugye az egy magánegyetemként érkezett Magyarországra, tehát nem volt ilyen állami finanszírozás mögötte, mint ezeknél az egyetemeknél. Most egyelőre felsejlik ez az állami finanszírozás. Hát nem úgy felsejlik, hanem a Fudan esetében a konstrukció egészen, amivel nekem a legnagyobb bajom van, és még valami. Akár a koreai egyetem, még egyszer mondom, én akkor tudok erről érdemben véleményt mondani, hogy a kormány tudja, elmondja, hogy melyik egyetem. Tehát az, hogy Koreában jön egy egyetem, ez lehet jó, lehet rossz. Látni kell a konstrukciót magát, hogy ez milyen szerkezetben működik, de egy biztos. Ezek tandíjas egyetemek. Itt magas tandíjat kell fizetni a hallgatónak. Az is biztos, hogy a professzorok kiemelt fizetést fognak kapni. Nem a magyar hallgatói piac, nem a magyar hallgatók számára létesül ez valójában. Ez lehet egy regionális központ, ahova pénzes apukák, pénzes gyermekei magas tandíj ellenébe el tudnak jönni. Lehet, hogy a professzoroknak meg óriási lehetőség, hogy jóval magasabb áron tudnak majd dolgozni, mint mondjuk a magyar egyetemeken. Na de nekünk nem az a célunk, hogy a magyar felsőoktatás színvonala nőjön. Mégiscsak az kell, hogy legyen a cél, egy
kormány esetén, mert az, hogy egy magánegyetemnek mi a célja, az legyen a magánegyetemnek a döntése. De nekünk mégiscsak egy felsőoktatás, egy ország felsőoktatásába és annak színvonalát emelve kell gondolkodni. Az, amit az elmúlt években én látok, és ami itt most megerősödik, ez nem abba az irányba visz. Ez az elitképzésen belüli elitképzés, ami drága, és nem a magyar hallgatók tömegeinek színvonalát, képzésüknek színvonalát emeli. Elképzelhetőnek tartja, hogy a Fudán ügyben megindított, vagy legalábbis népszavazási kezdeményezéshez a választások előtt meg is valósuljon ez a népszavazás Karácsony Gergely beadványa nyomán? Van egy olyan elképzelés, hogy népszavazás és választás egy időben is lehet. Minden esetre az tűnik logikusnak egy döntésképes magyar állampolgár szemébe, hogy egy esetleges kormányváltás, de mindenképpen országgyűlési választást befolyásoló ügy az az országgyűlési választások előtt, vagy azzal egyidejűleg legyen, hiszen azért láttuk, hogy a diákváros ügye, mert itt azért elsősorban az a felháborító, hogy egy megígért, elfogadott és gyakorlatilag együtt a kormány és a főváros által tervezett projekt, a diákváros, ami viszont használja a magyar felsőoktatás, hasznára van a magyar felsőoktatás ügyének, az kútba esik, vagy részben kútba esik. A pedagógusok a folyamatos tárgyalásban állnak a kormányzattal jelen pillanatban. A pedagógusok demokratikus szakszervezetes, a PSZ is egyaránt béremelést, illetve azt szeretnék kérni, hogy vonja vissza a kormány a kötelező koronavírusra vonatkozó, a védőoltásra vonatkozó rendeletet. Mi az ön véleménye ezzel kapcsolatban? A pedagógusoknak, a szakszervezeteknek igazuk van, és a követelésük egyáltalán nem radikális. Azt akarják, hogy a pedagógus bértábla A1, ez a kezdő pedagógus fizetése, az a minimálbér legyen. Ez ráadásul egy szerzett jog. Itt nem arról van szó, hogy ők valami olyasmit követelnek, amiről korábban már nem volt döntés. Ez a kormány, amikor, ha emlékszünk, éppen egy évtizeddel ezelőtt, 2011. november-december tájékán a Nemzeti Köznevelésének nevezett törvényt, amit én szakmailag kimondottan csapnivalónak, hatásaiban meg katasztrofálisnak tartok, elfogadta, akkor annak két pillére volt. Azt mondta, hogy több munkát, és azt mondta, hogy kiszámítható pedagógus életpályát teremt, ahogy emelkedik a minimálbér, úgy fog emelkedni a pedagógusok fizetése. De ez nem valósult meg ennek két formájában. Két évig valósult meg, aztán ott maradt. 2014-es a mostani vetítési alap. A 2014-es minimálbér a mostani vetítési alap. Tehát a 101.500 forint. Miközben 200.000 forintról szólt a 2022-es évre való bejelentés, tehát majdnem a duplája a vetítési alap jelenlegi változatának. Persze, hogy igazuk van, nincsenek egyébként könnyű helyzetben. A 60%-ot elfogadhatónak tartanák? Tehát, hogyha kormányváltásra kerülne szó, akkor ez egy azonnal bevezethető változás lenne az önök olvasatában? Én azt tudom mondani, hogy padlásöprés folyik, szerkesztő asszony. Itt olyan mennyiségű pénzt fog ez a kormány kisöpörni áprilisig, hogy csak felelősen kell és szabad ígérni. De a kérdésére a válasz egyenes. Igen, mi a mindenkori minimálbért teszük be a pedagógusok vetítési alapjába, tehát a követeléseik első pontja, hogy ez legyen, tudnék a mindenkori minimálbér, ami 2022-ben ezek szerint 200.000 forint, azt az Egyesült Ellenzék közös programja tartalmazza. A kérdésére a válaszom, igen, a pedagógusok bízhatnak abban, hogyha kormányváltás lesz, a követelésük első pontja azonnal megvalósul. Ha már említette a közös ellenzéki programot, hogyan áll a listával az MSZP? Bejelentett a Momentum, hogy ők a 15 nevet már meghatározták, a 15 jelöltjüket már tudják, hogy kikerül a közös listára. MSZP-nél elkészült a közös lista. Mi azt akarjuk, hogy a közös lista az karácsonyig elkészüljen. Nálunk két testület dönt erről, az elnökség és a választmány. A választmánynak én vagyok az elnöke. Ahogy az MSZP listával kapcsolatban érdemi mondani valóm lesz, szívesen elmondom. Most hol tart akkor? Karácsonyig meg lesz a lista. A következő választmányi ülés jövő szombaton lesz. Ott a miniszterelnök jelöltünket hívtam meg, Márki-Zay Péter elfogadta a meghívást. Így aztán a november végi választmányi ülésen egyeztetés kezdődik a miniszterelnök jelöltünk és az MSZP között.
Arra a kérdésére, hogy mikor lesz lista, amikor neveket fogok tudni mondani karácsony előtt. Akkor egy pici latolgatásba szeretném, hogyha belemennénk mégis. Ugye nagyon sokan azt mondták, hogy a pártelnököknek a helye az meghatározó lehet ezen a listán. Vannak olyan hangok, akik azt mondják, hogy Gyurcsány Ferencnek adott esetben nem biztos, hogy itt az élen kellene lenni, mert ez sokakat elriaszthatna. Az ön személyes véleménye mi ezzel kapcsolatban? Nekem az a személyes véleményem, hogy nagy tapasztalatlanság lenne erre a kérdésre úgy válaszolnom, hogy egy másik párt elnökét minősítem. Az együttműködésünk alapja, hogy az egyik párt a másikat, illetve a hat, most már Márki-Zay Péter mozgalmával együtt hét, tiszteletben tartja egymás döntéseit, de úgy, hogy a közös sikert akarjuk, és ezt ne veszélyeztesse semmi. A demokratikus koalíció döntése a demokratikus koalíció belügye, de azt kell mondjam, hogy rendszeresek azok az egyeztetések, ahol akár személyi, akár strukturális kérdésekről beszélünk, időben meg lesz ennek az eredménye is. Akkor egy gyors reakció még arra, azt viszont elfogadhatónak tartja, hogy a civilek egy hetedik frakciót kapjanak, tehát támogatják ezt az elképzelést? Azért van a pártelnökök megbeszélése, hogy ezekről a kérdésekről döntsön, ahogy megvan a döntés, szívesen elmondja. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást.